18,9 millió forintos beruházással 23 új parkolót építenek Törökzugban a játszótér melletti területen. A részletekről a helyszínen megtartott hétfő délutáni sajtótájékoztatón Görgény Jernő polgármester és Vigné Fábián Diána önkormányzati képviselő beszélt. Vigné Fábián Diána arra hívta fel a figyelmet, hogy képviselői fogadóóráin az itt élőktől több jelzést kapott azzal kapcsolatban, hogy kevés a környéken a parkoló. Igazából ez volt az egyik legalkalmasabb helyszín. Ugye ez a 23 darab parkolóhely lesz, ami merőlegesen lesz ugye a játszótér fele aszfaltburkolatot kapva. Egy akadálymentes parkolóra is szükség volt, hiszen többen kérelmezték a lakótelepen. Ja, amikor még építették ugye ezeket a lakótelepeket, akkor nagyon kevés autó volt ugye a közlekedésben. Úgyhogy igazából ezért is esett erre a választás, mert itt volt a legalkalmasabb helyszín. Görgény Jernő elmondta, a kormány egyedi támogatást biztosított a gyulai önkormányzat számára, mert a koronavírus járvány ideje alatt csökkentek az adóbevételek. Ezt az összeget beruházásokra, fejlesztési projektek megvalósítására használhatják. Ezért egy útépítési és útfelújítási programot állítottak össze, melynek fontos eleme a parkolóépítés. A pandémia idején lecsökkentek a város adóbevételei, ezért a kormány egy jelentős támogatást nyújtott önkormányzatunknak, 400 millió forintot, amelyből ki tudtuk fizetni abban az évben a Körösvolánnak a több mint 50 millió forintos támogatását, abból terveztettük a vasútállomás előtti terület átépítésének műszaki dokumentációját, és egy széleskörű útépítési útfelújítási programot valósítunk meg belőle, 12 helyszínén a városnak, amelyből 8 már elkészült, most 4 elkészítése van folyamatban, ezek közül az egyik képviselőasszony kérésére a törökzugi lakótelepen 23 darab parkoló megépítése. A program révén a Lila Akác utcában aszfaltburkolatos utat építenek, a Popovics Justin utcában 13 parkoló és járda készül, a Bodoki közben pedig felújítják az utat és a járdát.